A nagy takarítás 21. éve gyakorlata külterületi városrészekben. Az akcióban résztvevők tapasztalata, hogy munkájuk nem hiába való, évről évre kevesebb szemetet szórnak szét az arra járók. Kritikus pontok azért még idén is voltak. Többek között a mindig is túlszennyezett vágóhíthoz vezető szervízút. A tavaszi személygyűjtések során ez a terület mindig is nagyon fertőzött volt, sok volt a probléma, most mit tapasztaltak? Ugyanúgy, még, még sokkal szemetebb, sokkal több szemét van kint, mióta a sofőrök ide járnak, a, a sofőrök, a malacok, disznókkal, jobban tele van a, a, gyönyörű szép aranyeső, ezért bokrok itt szépen virágoznak, és itt a sós, ezért bél maradványok, meg akkor olyan zsákokba só, kivezélve, hogy egyszerűen nem. Nem tudom, hogy mire, mire minek véljem, hogy ez honnan kerül ide minden évben rengeteg szemét van, de ne, ilyen, ilyen még nem fordult elő. Van itt még döglött bárány is kitéve. Hát nem igaz. A szervizúton jövőre már feltehetőleg könnyebb lesz a személygyűjtés, mivel az önkormányzat áprilistól megtiltotta az állatokat szállító járművek várakozását, parkolását. Ezt Váj Jenő, a térség önkormányzati képviselője, a takarítási akció főszervezője mondta el, aki abbéli örömének is hangot adott, hogy a térség lakói minden évben szívesen csatlakoznak a takarítási akcióhoz. 21. éve, hogy ezt csináljuk, és örülök annak, hogy ilyen sokan mindig eljönnek évről évre, az idő is kegyes hozzánk, és legalább egy évben egy alkalommal a teljes környéket, illetve ezt a térséget megtisztítjuk. A civil szervezetek közreműködésével történik, meg szervezésével ez az akció. Ugye a Nagyszerúti Gazdakör, mint mindig a Haleszi Gazdakör, a Kiskunfélétyázi Rónavadásztársaság és a Sejmesért Egyesület. Nagy létszámot, hát én úgy gondolom, hogy a létszámunk a száz fölötti, mindenhova jutott, szinte minden ö, olyan területre jutott ö, brigád, csapat, ahol ahol hát úgy gondoltuk, hogy eléggé fertőzött szeméttel. Noha vannak olyan szakaszok azért, hogy van látszata annak, hogy évről évre csináljuk, van látszata annak, hogy a közmunkakrogram keretén belül azért évközben sok minden, azért el van végezve. Úgy értem a sok mindent, hogy évközben ilyen adhok jellege alkalomszerűen jelentősebb mennyiségű szemetet, ha elhelyeznek, azt azért nem adjuk ott egész évben. Tehát idáig a személygyűjtési akcióig azt nem szoktuk ott hagyni, hanem ott az a közmunkás csoport, aki kindolgozok itt a külteleten, azzal azt össze elszoktuk el tüntetni. Tehát ennyivel talán könnyebb. Azt, hogy az utak mentén és az erdőkben nem elsősorban a környékbeliek halmozzák fel a hulladékot, mindenki megfogalmazta. De nagyon sok szemét van mindig a városból kifelé vezető útszakaszokon, például a Bugaci úton, akkor ugye a Majse út mellett és az úgynevezett Szervéz hát most örülünk annak, hogy most már az állatszállító teherjárművek ki vannak onnan tiltva, hát ott, ott rengeteg szemét szokott lenni. Most ez föl lesz takarítva, el lesz tüntetve, és sajnos a Csólyosi út részének is voltak olyan fertőzött szakaszai, ahol hát... Vágóhídról kikerült bélmaradványok nagy mennyiségbe. A Bogoci úttól is szinte mélyteleptől indultunk kifele, a forgódülő mindössze van, és a Malsajút és is egész a laktanyáktól lett induló, Sólyosi út szintén. Akkor a, a, hát ugye a sejmesi kerékpárút, a szétszólt erdős területek, dülőutakat, azt ugye a Róna vállalta magára. Segítenek az akcióba még a mezőőrök is. A területén mind a két érintett mezőőr tevékenykedik, hiszen nekik is van rálátásuk, meg tapasztalatok, hogy hol van olyan szemét elhelyezve, amit ugye el kellene távolítani. Ebbe segítenek. Mi mindig megcsináljuk ugyanezt a munkát. Mint közösség összetartó ereje is van, nem csak Persze elsősorban azért, ugye, hogy összeszedjük a szemetet, de ez a csapat együtt van. Az a fontos, hogy együtt van, és persze a jó, megérdemelt, szolgalmas munkát, azt mindig a Róna és a mindig a gazdakörök jó voltában mindig egy ebédre fejezzük be, ahol már kötetlenül elbeszélgetünk, és tehát erre is szükség van.